nagyon az utolsó pillanatban vagyok, úgyhogy lehet, hogy éppen akadni fog a nyelvem, de nézzük, hogy milyen kihívást választottunk. Budapest főváros önkéntes felajánlási munkafolyamatát kívánjuk segíteni. Hatékonyan összekötni a krízisben felajánlástevőket a fővárossal és a segítő szervezetekkel. A jószolgálat.hu domén alatt létrehoztunk egy alkalmazást, aminek az űrlapját a fővárosi űrlap mintájára csináltuk meg. Ezen keresztül tulajdonképpen be lehet küldeni felajánlásokat. Ugyanez az adattartalom, egy kicsit bővítettük, ez mutatja, hogy egy térképi koordinátát is hozzá lehet rendelni, ez egy újdonság, illetve egyéb mezőket is, például időpontot, ami a budapestin nem volt meg. Na nézzük, hogy néz ki itt tulajdonképpen egy felajánlás. Mivel a felajánlásokat többféle csatornán keresztül lehet benyújtani, ez lehet e-mail, webes felület, de akár SMS is, és mindegyike ide érkezik be ugyanerre a térképi felületre. Az operátorok könnyedén tudják ezeket a beérkezett felajánlásokat kategorizálni, gyűjteményekbe rendezni, vagy éppenséggel feladatlisták mentén ellenőrizni. Lehetőség van jogosultság beállításra és feltöltésére CSV-ből azoknak a különböző adatoknak, amikre igazából már ezek a szervezetek, vagy pedig az önkormányzat begyűjtött. Ezt a rendszert többen fordítottuk, külön köszönet nekik, és hát ez a mi ajándékunk a magyar önkormányzatok segítő munkát végző civil szervezetek és felajánlástévők számára. A béta még nem teljesen konfigurált verzió a www.jószolgálat.hu domain alatt elérhető, és van egy GitHub linkünk is, cut.ly/usha-hidi néven. Sziasztok!